Az MSZP alelnöke Gurnán Dóra vendégünk, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Előző beszélgetésben Gréci Zsoltal már szóba hoztuk a munkaerőhiányt, illetve azokat a statisztikai adatokat, amelyek azt mutatják, hogy soha ennyire jó a munkanélküliség helyzet Magyarországon nem volt, ilyen kevés munkanélküli, ki tudja, mikor volt utoljára. Na, ehhez képest, ha ezt összerakjuk, akkor az ember döbbenettel hallgatja Varga Mihályt, aki arról beszél, hogy Magyarország elbukhatott egy autógyárat azért, mert nincs már elég szakképzett munkaerő az országban, nem lett volna kivel dolgozni, ezt felmérték a külföldiek, és nem hozták ide a gyárat. Hát mi van itt? Statisztikailag ki lehet mutatni ilyen helyzetet. Kilöktek mindenkit az elmúlt 6 esztendőben az ellátórendszerekből, akit csak ki lehetett lökni. 9 hónapról 3 hónapra csökkentették például az ellátások időszakát, ha valaki elveszítette a munkahelyét. Másik oldalról beleszámítják a közfoglalkoztatottakon keresztül a külföldre menekült embereket, a külföldön jövedelmi pozíciót erősítő embereket, azoknak egy jelentős részét a foglalkoztatásban Magyarországon, sőt olyanokat is beleszámítanak, akiket 6 évvel ezelőtt nem, a kormányváltás előtt nem, tehát a diák foglalkoztatásban részesülőket. Na így lehet olyan helyzetet teremteni, mintha nagyobb lenne a foglalkoztatás, és mintha kisebb lenne a munkanélküliség. Ugye itt az a fontos adat, hogy milliókról beszélünk akkor, amikor a foglalkoztatottakról beszélünk. Hogyne. És az Orbán kormány azt mondja, hogy az elmúlt 6 évben majdnem 1 millió embert kapcsolt be így ugyanúgy a munkavégzésbe. Mondjuk közülük, hogy félmillióan külföldön vannak. Nem, még 600 ezer ember külföldön van, így van. Most abból nem mind a 600 ezeret számítják be a statisztikába. Nagyjából 130-140 ezer embert, aki egy évnél nem régebben dolgozik ott. Ezeket regisztrálják úgy, mintha Magyarországon dolgozna. De a diákfoglalkoztatásban is 150-200 ezer embert közfoglalkoztatás tekintetében nagyjából 200 ezerre vannak többen. Ezt a három számot csak úgy nagyjából összeadjuk, félmillió emberről van szó, és soha nem volt 1 millió emberrel több, mert 3 770 000 volt nagyjából a válság időszakában a foglalkoztatók, most meg 4 200 000 között mutatják ki. Ha a három számadatot, ami mögött emberek vannak, összegezzük, és levesszük a mai foglalkoztatási létszámokat, semmit nem csináltak. Azt, amit ők mondtak, hogy a gazdaságban 1 millió új munkahelyet teremtenek, ebből semmi nem született. A másik oldala pedig a Varga féle kinyilatkoztatásokhoz illesztettem. Itt a rákfené ott van a dolognak, hogy 7. éve kormányoznak, és amit csináltak, amit csinálni kellett, azt nem csinálták meg. Magyarul képzésben mindenki ezt szak képzés vagy felnőtt képzés, a piac igényeihez illesztette nem képeztek olyan embereket, vagy olyan tudással felvértezett embereket, amire szükség lenne. És hát persze most panaszkodik a Csányitól kezdve mindenki, hogy nem talál embereket, de van egy másik hátültője, és az pedig az, hogy 6 év alatt olyan helyzetet teremtettek, hogy például a minimálbér kapcsán nagyjából 30-50%-kal kevesebbet keresnek a magyar minimálbéresek, mint a szlovák, a lengyel vagy épp a cseh minimálbéresek, de az átlagbér nettója tekintetében is 30-40%-os differenciák vannak. Hát persze, hogy megmozgatja az embereket ez a különbség. A nemzetközi sajtó felkapta ezt a témát, a Deutsche Welle például azon értetlenkedik, hogy miközben Magyarország nem akar menekültet befogadni a határai közé, azon közben arról beszélnek felelős politikusok, hogy munkaerőt kellene a határon kívülről hozni Magyarországra, és ezt a kettőt nem érti. Szerintem mi azért nagyjából, akik itt élünk, értjük. Tehát van a menekült, igen, meg van a határ túloldalán élő magyar, akit ide kéne csábítani. Szerintem ők közülük már, akit ide lehetett, azt ide csábították. A Varga nem véletlenül beszél arról, hogy harmadik ország béli embereket, az a 250 ezer, amiről a gyáriparosok beszéltek. Varga úgy fogalmazott, hogy harmadik ország béli embereknek kvázi adunk meghívó levelet. Na most nem ezt kell. De mihez képest harmadik ország? Melyik a második? Hát a Európai Unió kötelékei. Tehát az Európai Unió kívülieknek is akár? Így van, hát persze, harmadik országban ez erről szól. A legnagyobb baj az ott van, nem ott, hogyha bárhonnan szakmai tudással bíró emberek jönnek az országba, hanem a legnagyobb baj ott van, hogy Magyarország, ez a kormány nem gondoskodott arról, hogy felkészüljön erre a helyzetre. Pedig ez tudva levő volt, hogyha a fizetéseket lentartják, szorítják, még a mondom a visegrádi négyekhez viszonyítottan is 30-50%-os nettó különbségek vannak, akkor ez lesz a következménye a történetnek. Persze, hogyha pénzről van szó, a sajátjukról, meg a haverokéról, Voldemolf úrnak és másoknak a jutalékairól, az alkotmányos költségről, akkor mindent lehet. Akkor lehet letelepedési kötvény,
kötvény. Tudja, hogy mennyi a letelepedési kötvény által Magyarországra hozott embereken keresztüli haszon azoknak a cégeknek, offshore-offshore típusú cégeknek, akiket a haverok működtetnek? Mondom, hogy ne kelljen gondolkodni. 80-100 ezer millió forint. Tudja, mennyi ez? Az annyi, mint a mondjuk a magyar mentőszolgálatnak a 3 éves költségvetése. Miközben még azt sem tudjuk, hogy mi hasznot hoznak azon túl az országnak, hogy ezt a pénzt befizetik. Igen. Tehát ugye az volt az érv, hogy ezzel olyan emberek érkeznek és vesznek fel Európai Uniós állampolgárságot Magyarországon keresztül, akik hasznot tudnak hozni, hiszen működőtőként nem látok még ilyet. Nem látok még ilyet, azt látom, hogy a haverok azok gazdagodnak előképpen. Hát nyilván ez lehet az elsődleges cél, hogyha én egy ilyet akarok csinálni, de a másodlagos, amit kommunikálok, valahogyan bizonyítható kellene, hogy legyen. De nincs bizonyíték arra, hogy bármi előre mozdulás lenne a tekintetben. Korrupció van, lopás van, másik oldalon meg szegénység van, meg viszont nyomor. Van itt egy fura történet. Igen. Azt mondta Rolek Ferenc a Deutsche Welle-nek, ő a Magyar Gyáriparosok Országos Szövetségének alelnöke, hogy 10 éven belül olyan 500 ezer munkavállaló hiányzik majd Magyarországról, hogyha ez a mostani elvándorlási és munkaerő, képzett munkaerő csökkenési tendencia tovább tart. Azt mondta, hogy ezt csak külföldről lehet hozni. Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter ugyanerre azt mondta, hogy szerinte támogatható a gyáriparosok elképzelése 500 000 bevándorló munkavállaló betelepítésére. Van egy más is háttérben, nem csak és a külföldre jobb megélhetés reményében való távozás. Nyilván népesedés politikai oldalról is meg lehet közelíteni a dolgokat. Ugye a Ratko korszak időszakában, akik most mennek nyugdíjba, ott gyakorlatilag 150-160 ezer ember fut ki egy esztendőben, amikor eléri a nyugdíjkorhatárt. A belépők meg 80-90 ezeren vannak, már az újszülöttek. Tehát itt is egy óriási űr, ami a tekintetben megjelenik. A másik része a történetnek, hogy hát, hogy 500 000, azt nem tudom, de nyilván, hogyha ezek a trendek, tendenciák érvényesülnek, akkor 100 000-es nagyságrendekben na, de honnan lehet beszélni erről. Honnan lesz itt 100 000-es nagyságrendben, vagy 500 000-es nagyságrendben hát a Varga bevándorló munkaerő? A Varga megmondta, harmadik országbeli emberekből. Tudja... akik ne legyenek menekültek. Igen, igen. Nehéz összerakni a történetet. Szóval normális észre gondolkodva nehéz összerakni ezt a történetet úgy, hogy ne legyenek menekültek, ne legyenek harmadik országbéliek, hogyha ennek a igénynek akarunk eleget tenni. Vagy népesedés politikai szempontból kell változtatni, és kellő motivációt teremteni annak érdekében, hogy vagy olyan fizetésbeli helyzetet kell teremteni, ahol nem, hogy Európa béreitől, hanem a visegrádi négyek béreitől nem maradunk le 30-40%-ban a nettó tekintetében, vagy mondok mást, például a minimálbér vonatkozásában megengedhetetlen az, hogy a minimálbér bruttójának a 66%-a az, ami kézbe jut. Míg ezekben az országokban 80% feletti, 90% közötti. Magyarul bérpolitikával is lehet alakítani és formálni ezt a helyzetet, de nem azzal a bérpolitikával, ami arról szól, hogy saját maguknak, meg a haveroknak. Miközben 5 millió forintot fizetnek a haveroknak, napi 225 ezer forintot, a közben nyomorban döntik az embereket. Nem akarok statisztikai számokkal dobálózni, de egyet engedjen meg nekem. Nemzeti Adó és Vámhivatal, tehát nem gúr, Nemzeti Adó és Vámhivatal. Akkor is, hogyha ebben az országban, ők mondják, hogy 4,2 millió ember dolgozik, de mondjuk, ha így van, ezekből az emberekből 2,2 millió azoknak a száma, több mint a fele, az aránya, aki a létminimum egyfőre eső összegét nem keresi meg. Ha miről beszélünk? Milyen jó létről? Varga Mihály azt mondta, hogy a minimálbér drasztikusabb kétszemélyű emelése nem járható út a probléma, már a munkaerő probléma hát csak megoldására. Akkor, hogyha a bruttóját emelik, persze, mert abból a haszon élvezi a kormány. 5 éven keresztül ellopták az emberek pénzét. És van itt még egy dolog, ugye erről nem beszélt egy sajtótájékoztatón, amiről mi itt beszélgetünk. A Fidesz kommunikéje úgy szól mindenre, hogy a baloldal a migránsok betelepítésén dolgozik. Szó nincs ilyenről. Miközben ők meg azt mondják, hogy kellene több százezer, vagy lehet, hogy 500 000 külföldről érkező munkavállaló. Így van, pontosan önmagukkal fordulnak szembe. Hideget, meleget fújnak. Az egyik mondat arról szól, hogy senkit ebben az országban, de hogy senkit, hogy ne, mit gondolnak itt az emberek. Másik oldalra meg ő maga mondja azt, hogy 250 ezer harmadik országbéli embert kell behozni ebbe az országba. Hülyének nézik az embereket. De a legnagyobb baj az, hogy sokan felületesen nézik, vagy tekintenek rá ezekre a mondatokra, és nem gondolják talán végig, hogy mi van e mögött. Becsapják az embereket. Lopnak.
korrumpálódna, alkotmányossági költséget szedne. Nem akarom ragozni a történetet, miközben sokan megnyomorognak. Egy részét hallják majd a kedves nézők a híradóban is. Köszönöm, hogy eljött hozzá. Nekem volt, nálunk pedig köszönöm szépen. Valóban jön a híradó, és aztán majd Hadházi Ákossal folytatjuk.